március 17-én Szent Patrik napot ünneplik, nem csak Írországban, hanem az egész világon, hiszen mindenhol élnek írek, mindenhol vannak ír közösségek, szinte nincs a világnak olyan szeglete, amikor ezen a napon ne folyna a viszki, a sör, és ne vonulnának fel vidám zöld emberek. Szent Patrik nap alkalmából most le fogunk vetíteni egy dokumentumfilmet, Sparagd-sziget Budapesten ír-magyar kapcsolatok címmel, vendégem pedig László Gábor, a film készítője. Szerbusz Gábor, köszöntelek itt nálunk. Ugye ezt majd látni fogják a nézők, hogy ez egyrészt Írországról szól ez a film, másrészt pedig ír emberekről Magyarországon, és a két nép, a két ország kapcsolatáról. Honnan jött neked ez a nagy ír szerelem, hogy megcsináld ezt a filmet, hiszen azért ez egy nagy meló, tehát látszik, hogy téged ez az ír dolog, ez nagyon érdekel. Így van, hát érdekel a dolog, ez egy személyes szerelmem valóban. Én hát most már lassan 15 éve, hogy először Írországba jártam, és hát mindig azt mondom, nem is tudom máshoz viszonyítani, mint egy szerelemhez, amit nem tudjuk megmagyarázni, mitől pont ez, de van szebb is, jobb is, de pont ilyen, mint ez nincsen. És ugye én így vagyok Írországgal, hogy nagyon sokat utazgattam egy időben, és tényleg gyönyörű helyeken, és gyakorlatilag a sarkvidéket leszámítva egyetlen földrészen, nem, mindegyik földrészen jártam. És tehát akkor volt választási lehetőséged mégiscsak, hogy akkor... Igen, és hát tényleg gyönyörű, egzotikus helyek, és mindegyik szép, de mindenütt azt láttam, hogy úgy gondoltam, hogy szép, jó, de egy kívülállóként, egy turistaként megnéztem, és aztán jöttem haza. És hogy Írország volt az, ami ugye ködös is, esős is, borongós is, szerintem egy kicsit misztikus is ettől, és valahogy ott voltam, akkor úgy éreztem, hogy na ez az a hely, ahol megtaláltam tényleg az igazit, és ahol valami olyan hangulata van a tájnak és az egész vidéknek, hogy egyszerűen tényleg így beleszerettem, és hazajöttem, és hát ez azóta tart ez a szerelem. De lehet, hogy tényleg van egyfajta ilyen valami kapcsolódás, vagy valami érzelmi kötődés az írek és a magyarok között, hiszen a filmed is feszegeti ezt, és sok megszólaló filmben kimondja ezt a főszereplők, akiről még beszélünk majd, és azt mondja, hogy hát mint a semmi közös nem lenne a két, vagy Dublin és Budapest között, aztán rájön, hogy mégis. Hát ez egy kérdés, hogy van-e valódi kapcsolat, vagy nincsen, szerintem van, és egyébként az érdekes, hogy ők Európa egyik végében, mi a másik végében, és gyakorlatilag történelmük is nagyon hasonlít, tehát ugye a közelben lévő elnyomó, igen, nekünk mikor melyik, nekik ugye főleg az angolok, ezzel ellen való küzdelem, és... Tehát folyamatosan ők is küzdettek a szabadságukért, ahogy mi is, ami most duplán aktuális, hiszen március 15-én. Így van, nekik is ugye erre rengeteg eseményük és rengeteg, igen, dolog volt, amikor ők is megpróbáltak kivinni a szabadságot, ami végül is nekik is ugye sikerült nagyjából, hát ugye meg Észak-Írországot leszámítva. De igen, tehát én is azt gondolom, hogy van valami közös bennünk, ami megfoghatatlan, de mégis. A zenében ugye van ez a pentaton, ami ugye azt mondják, hogy egész Európában csak nálunk és náluk van a zenét, főleg jellemzően. Bár valakik azt mondják, hogy ez azért van, mert egész Európában ilyen volt a zene, csak mivel mi is elszigetelten értünk relatíve a Kárpát-medencében, és ők is, tehát hogy mi valamiért megmaradt nálunk és náluk ez a dolog, aztán ez persze vagy igaz, vagy nem, ez erről ugye vitatkoznak, de mégis az emberek éreznek valamiféle ilyen kapcsolatot. Neked azért is különlegesen őszinte ez a szerelem, mert azért sok ember azért kötődik Írországhoz, vagy ott kezdődik ez az egész érzelem, hogy bizonyos kulinális élményei vannak ott, leginkább italfronton, hát de ahogy jól tudom, ezek a klasszikus írsör például, amit ugye mindig emlegetünk, vagy a whisky, ez, tehát hogy neked nem innen jön ez a kötődés. Mondjuk azért ez is egy erős kötődés a részemről, tehát én mondjuk cider párti vagyok, de azért az írsöröket se vetem meg, tehát hogy igen, tehát ugye ismerjük, igen, az írek, hogy szeretik az italt, és nagyon jó italjaik vannak, de nem csak ez. Tehát ez és jól érzik magukat általában, azt lehet látni. És jól érzik, és igen, azt mondják, hogy legészakibb déli nép, tehát hogy annak ellenére, hogy állandóan esik az eső, és borús, és minden, mégis borzasztó életszeretet, meg életvidámság van bennük, tehát hogy amennyire a táj azt mondaná, hogy ez egy depressziós, nyomasztó hely lehet, és mégis nem az, tehát hogy mégis vidámak és jókedvűek. Mivel hogy te arról forgattál, hogy arról is, hogy a magyarok hogy élnek Írországban, és én mondtam a bevezetőben rendkívül okosan, hogy szinte tényleg nincs olyan ország, ahol ne élnének írek, ne lennének ír közösségek. Tehát mi a tapasztalatod, ezek összetartó közösségek az írek, vagy összetartó közösség az ír? Hát ugye én főleg a magyarországon élő írekről forgattam, tehát az Írországban élő magyarokat én annyira nem ismerem. Ugye elég sok magyar él kint, és én úgy tudom, hogy hát igen, ezek pont fordítva, hogy az írek milyenek itt. Igen, az itteni írek, igen, itt viszonylag kis ír közösség van ahhoz képest, hogy Európa több nagyvárosában nagyobbak vannak, de az itten nagyon összetartók, és igazából én úgy látom, nem biztos, hogy igazam van, hogy egy pár éve, 4-5 éve kezdődött ez igazán összeállni a dolog. Tehát azóta ünneplik a Szent Patrik napot, ugye régebben a 90-es évek
90-es évek közepén volt egy elég nagy ír divat, egy ír fellendülés, amikor nyíltak az ír kocsmák, megismertek az ír zenét. Aztán ez alább hagyott, de szerintem lett egy ilyen flatli őrület, meg ilyesmi. Így van, igen, az is nagyon sokat lökött ezen az egészen, és aztán szerintem egy kicsit alább hagyott, és most egy pár év ez megint jön föl, és megint meg is szerveződtek. Ugye tavaly Írország volt az EU elnöke, volt ezért egy filmfesztivál is, több ilyen ír témájú esemény, úgyhogy szerintem az itteni ír közösség elég összetartó, és elég önszerveződő. Úgyhogy én azt gondolom, igen, ez egy elég jó közösség, ami itt van. Hogy készült a filmed? Mire csináltad? Hát a film az végül is egy ilyen egyéni partizán akció volt, nem annak indult, de sajnos, vagy hát nem tudom, hogy sajnos végül is az lett belőle. Hát ugye egy film, hogy alapvetően úgy készül, hogy van egy ötlet, azt próbáljuk szerkesztőségekbe elsütni, ha nem jön össze, vagy ettől függetlenül is pályáztatni. Most én próbáltam elsütni szerkesztőségbe, senkit nem érdekelt, akkor pályáztam. Hát minket igen, mondjuk most. De igen, hát hála jó Istennek, igen, akkor itt pont nem kerestem meg titeket, de igen, valóban, tehát az volt, hogy ahova én beadtam, ott őket nem érdekelte, és beadtam pályázatokra, nem nyert egyiken se, háromszor adtam be, háromszor utasították el, és negyedszer beadtam egy másik pályázatra, ott is elutasították, de ott bejutott már legalább az első 10-be, de aztán az volt a vége, hogy nem kell, mert réteg műfaj, nem nagyon érdekli ez az embereket, pedig szerintem érdekli, tehát hogy... Szerintem is, hogy vélemény nyilvánítsak, abszolút. Én is azt gondolom, hogy valóban, tehát egyszerűen ez egy érdekes párhuzam az érdekes magyarok között, de lényeg, hogy nem nyert, tehát 4 pályázatra adtam, összességben 4-en bukott el, és akkor utána azt gondoltam, hogy ennek akkor is el kell készülnek a filmnek, mert engem tényleg személyesen annyira érdekel ez a téma, úgyhogy igazából ugye a feleségemmel kettő. Igen, ez a külön pikanti rész, ketten csináltátok, ugye a feleséged, aki szintén szakmabeli, te főleg operatőrként, meg hát ekkor a szerkesztőként. Szerkesztőként, és igen, a feleségem riporterkedett ebben a filmben, meg segített, tehát abszolút, tehát támogatott mindenben. Tehát egy-két személyes táv volt, és hát hál' Istennek, ugye most már tartott a technika, hogy benyúlok a kis szekrényembe, előveszem a kis fényképezőmet, és ugye tudok forgatni. Hát a hang az helyenként olyan, amilyen pont ettől ugye én voltam a hangmérnök és az operatőr, a vágó, a szerkesztő, minden, tehát hogy nyilván azért ez valamilyen szinten, hát főleg a hangrovására ment, a hangminőség rovására ment. De hát gyakorlatilag ez volt, hogy akkor jó, akkor megcsinálom egyedül. És akkor kiutaztam Írországba, vettem repülőjegyet, kimentem ugye vágóképezni, szintén a feleségemmel, tehát akkor már ezt úgy is fogtuk föl, mint egy utazás, vagy egy nyaralást is. És itthon meg elkezdtem felgondolni. Kettő az egyben dolog, de kellemesen a hasznosra. Igen, van a filmnek egy, bár dokumentumfilm, de van egy főszereplője, egy itt élő írlány. Ő hogy jött a képbe, az ő sztoriát? Az egy követi végig a film. Igen, mert alapvetően ugye azt gondoltam, hogy a dokumentum részét az témakörökre bontom, hogy a vallás, az irodalom, a történelem, stb., de ez mégis ugyan érdekes, de mégiscsak információ, de csak adatok és beszélő fejek, és hogy fel kellene dobni valami a személyes szállal. És úgy kérdezgettem, hogy nincs esetleg egy olyan Magyarországon élő ír valaki, akinek érdekes a története, esetleg egy szimpatikus, érdekes személyiség, és ez is ilyen önszerveződő módon jött, hogy egy pábban forgattam a Szabó Danival, és akkor ő mondta, hogy ismer egy lányt, aki itt van Magyarországon, jól megtanult magyarul, neki a barátja magyar, és hogy keressen meg őt. És megkeressem ezt a lányt, hogy ő a főszereplője ennek a filmnek, illetve az ő személyes története adja meg a keretét ennek az egésznek. És ez valóban nagyon jól beszél magyarul, és ő megismerkedett Dublinban egy magyar fiúval, akivel ide költözött Magyarországra, és ugye most itt él. Megkerestem, és ő egyébként egy ilyen világpolgár, és pont mondta, hogy hát jó, de éppen indul Kenyába fél évre, úgyhogy van még rá 2 hete, hogy akkor ezt megcsináljuk. És hát nem is akarta elválni pont emiatt. De aztán végül is elvállalt, és akkor gyakorlatilag 2 hét alatt gyorsan lezongoráztuk a kedvenc helyeire, elmentünk, bejártuk fel a várost, és az ő személyes élményeit mondja el, hogy először nem annyira... És egy kicsit akkor így az ő szemével is látjuk, tehát egy ír szemével is látjuk így Budapestet. Igen. Egy ilyen fordulata. Igen, pontosan, tehát hogy ő hogy jött ide, tehát amikor ő ide jött, akkor ő sem tudott sokat a magyarokról, mint ahogy a legtöbb mi sem tudunk túl sokat az írekről, és aztán szép lassan ő is, ahogy megismerte így a magyarokat, így ő is felfedezte ezeket a bizonyos párhuzamokat, és ő is egyre otthonosabban érzi magát, és most már ugye beszél a nyelvet, és most már itt teljesen beilleszkedett ő is. Mit szóltak azok, hogy fogadtak az itteni írek, amikor te forgattál, és látták a filmet? Mit szóltak hozzá? Hát a filmet nagyrészt még nem látták, tehát igazából ez most kerül bemutatásra ez a film. Tehát, tehát az újpesti írek most. Igen, még nem látták, tehát ez annyira új, még a főszereplő se látta, tehát pont most e-maileztem vele, még ma reggel, és mondtam, hogy elkészült, és majd találkozunk, tehát hogy még ezt igazából nem látták. Hát ők is nagyon jól fogadták a dolgot, és ez is én önszerveződő módon ment, hogy egyik ajánlotta a másikat, tehát például az IHBC, az ír magyar üzleti körnek az elnökével riportoztam, és mondta, hogy hát ő ismer egy papot, egy ír papot, aki itt van, és ő egyébként egy ilyen vándor szerzetes. Szintén nagyon jól beszél magyarul. És szintén nagyon jól beszél magyarul, igen, és hogy akkor megadta a számát, és akkor ő is megadott valakit, az egész így épült föl, és...
Gyakorlatilag nagyon kedvezően fogadták, és egymást ajánlatva épült ki végül, és kik azok az emberek, akik ebbe a közösségbe fontosabb szerepeket játszanak. Gondolkozol-e azon, hogy zárásképpen kérdezem, hogy fordítasz az egyet a dolgon, és Írországban is próbálod bemutatni a filmet? Írországban szeretném kiküldeni, igen, vannak ilyen kisebb fesztiválok, és én gondoltam, hogy kiküldöm, mert talán neki is érdekes, hogy itt az Európa túlsó felébe őket valakik ilyen rokonként idézőjelbe tekintik. Azt tulajdonképpen, amit nagyon szeretnék, az írek Amerikában, de ez egy nagyobb falat, mert erre is pályázgattam, de ezen sem nyertem, úgyhogy lehet, hogy lesz a vége, hogy megcsinálom ezt is saját magam, mert az meg egy egészen érdekes dolog. Hát ugye Amerikában az írek az egy egészen komoly nemzetalkotó erő, úgyhogy igazából azt szeretném majd egyszer megcsinálni. Mész a mostanság Írországba? Hát minden évben megyek, igen, úgyhogy már szeptemberben igen fogok menni idén is a terveim szerint. Hát a feleségemet, ha rá tudom beszélni, akkor igen, ez a terv. És akkor nyilván a kamera is be lesz kapcsolva, de biztos, hogy a bőrödben nem bújhatsz ki. Igen, hát ha már ott vagyok, persze, akkor forgatok hozzá, igen. Köszönöm szépen a beszélgetést, meg hogy itt voltál, és hát nem maradt más hátra, mint hogy nézzük meg együtt ezt a filmet. Smaragd sziget Budapesten, Ír-Magyar kapcsolatok, jó szórakozást!